nem tudom, hogy egy Gripen forgatjuk a környéken, és mindig valamelyik kukába vagy kiszáll a kukából, vagy beleszáll, vagy mellé ül, vagy sepreget, vagy valami ilyen kukás jelenete mindig van. Úgyhogy szerintem e felé fog tendálni amúgy is a szakmája, hogyha ezt abban tesz a zenész dolgot. Tök jó, köszönöm. Atya úristen. Nem tudok utána kiszállni belőle, így fogom megdöbben. Na, kirázunk belőle, bazdmeg. Kirázunk belőle. De hogy? Hát meg bazdmeg. Elborítjuk egy kicsit, aztán kirázunk belőle. Kocsi után kötünk és otthon kimegy. Felkapok valami olyat, bazdmeg. Ne okozd már csalul ezt a kérdéseket. Körbe járni. Kellene valami alá, de nem már kibéleljük. Számít, hozzak egy időt. Akik tényleg ebben nem bélelik ki. Így van. Milyen dolog ez? Endigén kommentál, hogy mit csinál a kollégád? A kollégám már öregszik, úgyhogy már nem tud úgy bemászni, mint ahogy szokott. De azt akartam mondani majd, ha elkezdi a produkciót, hogy olé, egy-kettő, hogy na, erről beszéltem. És majd szeretném megkérni a kedves nézők és kedves olyanoknak a szavazatát, akik szeretik a zenekart, hogy Tibiz maradjon zenész, vagy inkább álljon át erre az oldalt. Fel fog borulni vele, bazd meg! Benne van a pakliban! Soha, soha! Nem tudok bemenni! Jövőre mászik a kuka mellé állva, az meg így körülbelül így. Ez a rosszabb kérdés. Megnézegeti és hazamegy. Nem tudok bemenni. Akkor feküdj bele. Megenni a kasznak. Jó videóklip forgatásnál arra kell figyelni, hogy egyrészt az ember alszik előtte levő nap, nem úgy, mint én. És elkések, mint Andy, mert akkor annál is kevesebb időt kell forgatnia. Ezek a nagy dolgok. Nem szabad pontosnak lenni, és le kell feküdni. Vagy nem kell, de akkor mulatni kellett volna inkább. Valahogyan láttam, a függöny mögött álltam. Láttam.